kiérte a bírósági ítéletét, a bíróság a keresetet elutasítja. A bíróság kötelezi a felkereső 10 napon belül fizesse meg az alkotást, mint 80 ezer forint megköltséget. A bíróság megállapítja, hogy 96 ezer forint eljárási illeték az állam terén marad. Az ítélet elnök érvényesítésétől számoló 10 napon belül van helye fellebbezésre. Tessék kezdeni. Itt a feleségem között arról, hogy közmondosítani ellenőrzés esetén, illetve annak elmaradása esetén elnehezedik a vizsgálat egy adott cégnek vagy sem. A bíróság úgy gondolta, hogy alapvetően itt az alperes egy vélemény között, mégpedig egy olyan véleményt lemond egy következtetést valamiből, ami nem feltétlenül biztos, hogy helyes, de semmiképpen sem érje el azt a szintet, ami alapján személyiségi jogvédelmet kellene a feltes részére biztosítani. Attól, hogy ez nem teljesen igaz, tehát részben valóban, ez még önmagában nem alapot arra, hogy a felperes személyiségi jogvédelmet érje. A tanulmányok alapján is ez rajzolódott ki, a Fonkányi Kovács Erzsébet, valamint a Hegedűs Dénes Zsolt is arról nyilatkozott, hogy ha nem is lehetetleníti el a vizsgálatot egy ilyen esetben, de elnehezítheti. Ugyanakkor a dr. Somos Katalin pedig arról tett vallomást, hogy alapvetően nem találják, illetve nem találták hatékonynak a központosított ellenőrzést ilyen esetekben, és ezért rendeltek el helyi vizsgálatokat. Nincs olyan szó, ez egy vita. Ez egy vita. Egy olyan, ami egy vélemény, mind a két oldalon van egy vélemény, vannak jogszabályok, hogy miatt mellett elrendelni, az alper esetben lemondott következtetés, ami nem biztos, hogy alapvetően jó, de nem éri el azt a szintet, ami alapján személyiségi jogvédelmet kellene biztosítani a felperes részére. Illetve azt még hozzátenném, hogy még abban az esetben, ha ez nem vélemény, hanem simán tényállításnak tekintjük, ez semmiképpen sem megy szembe a formális logika szabályaival, és nem mindig alkalmunk sértő vagy bántó. Tehát ez alapján